Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Mulánról. Ha tetszett a tartalom, egy feliratkozással tudott támogatni a csatornát. A filmnek és rajzfilmnek is alapját képező Mulán balladája valamikor 388 és 557 között született. Először az 5.-6. század környékén írták le, de ez nem maradt fenn. A vers legkorábbi, ma is ismert változata egy 11.-12. század környékén született antológiából származik. Ezek után Mulán történetét 1593-ban egy két felvonásos dráma dolgozta fel. Majd a 17. században született egy történelmi regény, amiben megjelent a szerelmi szál is. A jól ismert mese mellett a kínaiak többször is feldolgozták Mulán legendáját 1998-ban egy tévésorozatban, illetve 2009-ben egy filmben. Mulán álneve Hoa Ping a kínai nyelvben vázát jelent és egyfajta névként használják a női férfiakra. Igaz, hogy a Mulán legendának több változata is van, de a rajszín számos ponton eltér ezektől. Az egyik, hogy mulánnak van egy fiú testvére, csak még kicsi és ezért nem tud apja helyet menni a csatába. Egy másik fontos különbség, hogy mulán 10-12 évet tölt a háborúban. A legtöbb leírás szerint itt nem derül ki, hogy valójában nő. Eleve a Mulán legendához kapcsolódó szerelmi szár csak jóval később került bele a történetbe. Szintén fontos eltérés, hogy miután hősként hazatér a háborúból, megtudja, hogy apja meghalt. Kínában Mulan a bátorság és a tisztesség jelképe és a legtöbb kínai valós történelmi személynek gondolja. Eredetileg a Disney kínai baba címmel egy animációs rövidfilmet tervezett a 90-es évek közepén. A sztori nagyjából annyi lett volna, hogy egy szegény kínai lány találkozik egy brit herceggel, aki magával viszi nyugatra. Ezután jött az ötlet, hogy ezt a sztorit keverjék Mulán legendájával. Később aztán a Disney úgy döntött, hogy az egész kínai baba alapot kidobja a történetből. Amikor 1998-ban megjelent a rajzfilm, a McDonald'sban azokhoz a menükhöz, melyekhez jártak Mulán játékok, adtak szecsuáni szószt is. Ugyan nagyon népszerű volt, de az időszakos promóció miatt csak egy darabig forgalmazta a gyors étterem szószt. Népszerűségére a legjobb bizonyíték, hogy a Rick és Morty harmadik évadjában feltűnik a szósz, és ezek után internetes petíciók indultak, hogy a McDonald's vegye vissza kínálatába. Melynek eredményeképpen 2017. október 7-én egy napig újra lehetett kapni Szechuáni szószt a gyors Nagyon korai fázisban felmerült, hogy az új élőszereplős Disney filmben is feltűnne Musu karaktere. Sőt, állítólag Eni murphy is megkeresték, hogy térjen vissza a szerephez, és CGI-jal akarták életre kelteni a sárkányt. Végül ez két okból nem valósult meg. Az egyik az az volt, hogy annak idején Kínában nagyon sok kritikát kapott Musu karaktere, hogy nem elég tisztelettel bánik a kínai kultúrával, illetve a tradíciókkal. A másik indok az volt, hogy végül is a film hangulatát sokkal komolyabbnak szánták, mint a rajzfilmét, így egy ilyen vicceskedő karakter egész egyszerűen nem illett bele. Az élőszereplős filmmel kapcsolatban először arra gondoltak az alkotók, hogy akárcsak a szépség és a szörnyeteg esetében itt is felcsendüljenek azok a dalok, melyeket ismerhetünk a rajzfilmből. Végül úgy döntöttek, hogy jobban szeretnék, hogyha a mozi hasonlítana a tradicionális kínai filmekhez, ezért kihúzták a dalokat. Az egyik producer úgy nyilatkozott, hogy a dalok megtörnék a mulán drámai vonalát, és az sem biztos, hogy a kínai közönség pozitívan reagálna rájuk azt is hozzátette, hogy az élő szereplős Mulán sokkal sötétebb és komolyabb lesz, mint a rajzfilm. Ez már abból is látszik, hogy a mozi PG-13-as besorolás kapott. Erre eddig kétszer volt példa az élő szereplős Disney adaptációk esetében a 101 kiskutya első, illetve második részénél. Eredetileg az élőszereplős Mulant 2018. november 2-án mutatták volna be. Innen 2019. december 20-ra tolták a premiért a diótörő és a négy birodalom miatt. Azonban ezt is módosították, mégpedig a Star Wars miatt 2020. március 27-re. Ezután jött a koronavírus, melynek köszönhetően a premiért eltolták július 24-re. A járványhelyzet miatt többször is módosították a premiér dátumot, de jelenleg úgy néz ki, hogy szeptember 10-én bemutatják a mulánt. 2010-ben Chuck Russell rendező aláírt egy élőszereplős mulánfilmhez, filmhez, melyben Chang Zi e. alakította volna Mulánt. Végül ebből a projektből nem lett semmi. A most bemutatása kerülő filmhez felkérték rendezőnek Ang de nemet mondott rá. Végül a film rendezője az új zélandi Nikki Keró lett, akinek többek között a bálnalovast, illetve a kőkemény minnesota köszönhetjük. A Mulán 290 millió dolláros büdzséjével Niki Keró lett az eddigi legnagyobb költségvetéssel dolgozó női rendező. Az új élőszereplős Mulán filmhez öt kontinensen keresték a megfelelő főszereplőt és ezer színésznőt hallgattak meg. A legfontosabb kritériumok a kínai származás, hogy tudjon angolul és legyen harcművészeti tudása. Végül a szerep Liu Ifejhez vándorolt, aki már annak idején felmerült Mulán szerepére a 2009-es kínai filmnél is. Emellett az alkotók ragaszkodtak ahhoz, hogy a főbb szerepeket kínai származású színészek játszák. Így feltűnik a moziban Jet Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee, illetve Gong Li is. Ennyi érdekességet sikerült összeszedni a muláról, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. Like a videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!